Bíró Barna Botond után ma Barti Tihamér Hargita megye tanácsának másik jelenlegi alelnöke is bejelentette tanácselnök jelölési szándékát. Az RMDSZ-től immár hárman pályáznak egyetlen funkcióra. Bejelentette hétfőn megyei tanácselnök jelölési szándékát Barti Tihamér Hargita megye tanácsának másik jelenlegi alelnöke is, aki egyben az RMDSZ gyergyószéki szervezetének elnöke. Mint fogalmazott, a tanácselnök legfontosabb feladata a cselekvő emberek segítése, legyenek ezek dolgozók, gazdák, vállalkozók, üzletemberek, a nyugdíj mellett még munkát vállalók, vagy a tanulmányaik mellett részmunkát vállaló diákok. Ő a megoldást a gazdasági színvonal emelésében látja, elnökként ezen dolgozna. Van egy megye, amit fejleszteni kell. Vannak emberek, akiknek jobb életkörülményeket kell teremteni, vannak fiatalok, akiknek jövőt kell biztosítani. Egy minőségi adminisztrációt kell biztosítani, nem propagandagépezetet. Teret kell adni a szakértelemnek. Mindehhez alázattal, tisztelettel, nem politikai tőke és imázs építés céljából közeledtek. A Romániai Magyar Demokrata Szövetségtől immár hárman pályáznak egyetlen funkcióra, miután Borbély Csaba jelenlegi elnök már jelezte, hogy igényt tart az ötödik elnöki mandátumra is, szombaton pedig Bíró Barna Botond az RMDSZ udvarhelyszéki szervezetének elnöke jelentette be jelölési szándékát. A szövetség megyei tanácselnök jelöltjét végül az RMDSZ Hargita megyei egyeztető tanácsa fogja megnevezni, erről április 14-ig kell dönteniük.